Tessék nekem bemutatkozni, hogy mivel foglalkozik, mert ez az iparművészetnek egy nagyon érdekes ága, ha én jól sejtem, akkor ez a kézműves tárgykultúra, ugye? Így van, én tulajdonképpen azért mosolygok, mert valaki kézbe vette a meghívót, és azt mondta, hogy miért csak az van ráírva, hogy szalmafonó népi iparművész, amikor te angoltanár vagy, édesanya vagy, nagymama vagy, de hát most ez a kiállítás ilyen minőségembe született, tehát ezért mondom, hogy népi iparművész. Igen, ez a tárgyalkotó népi kultúrához tartozik, bár azok a tárgyak, amelyek most ki vannak állítva, leginkább iparművészetiek, tehát a népművészetből kapnak ihletet, vagy kapok én ihletet, de alapvetően azért mai, hordható, a 21. század emberének az ízlését is kielégítő tárgyak ezek. Hogy tetszik látni azt, hogy igény van ezekre a gyönyörű kalapokra, meg függőkre? Nagyon nagy igény lenne, de két probléma van. Az egyik az, hogy keletről, anélkül, hogy én most nagyon kritizálni akarnám, de gagyi, minőségileg nagyon gyenge minőségű tömeg áru jön be Magyarországra. Ezt kínálják az átlagembernek, és van egy olyan réteg, aki pedig valóban vágyik az egyéni, a szép, a design például kalapokra, de mivel egy kalapnak az elkészítése, hát nem akarok túlozni, de díszítéssel, festéssel, szalmaválogatással együtt mondjuk 3 napi munka, ezt azért meg kéne fizetni. Tehát én tőlem is, amikor megkérdezik, hogy készítek-e eladásra, azt mondom, hogy nem, mert ezt nem lehet megfizetni. Kicsit csapjunk bele abba, hogy is készülnek ezek a művek. A legelejétől kezdjük el. A legeleje az, hogy egy barátom Jászszent Andráson elveti nekem a búzát. Gondozza, beszélget vele, a jóisten esővel megáztatja, megnő, én elmegyek sarlóval, learatom, utána megpucolom sok-sok munkával, sok-sok órai munkával megpucolom, és akkor kész az alapanyag tulajdonképpen, teljesen megszárítom, és télen, mert általában télen dolgozom, illetve iskolai szünetekben, mert ugye említettem, hogy középiskolai tanár vagyok, akkor előveszem, és hát egy maroknyi szalmát úgy nézegetek, és rajzolgatok, és más iparművészek, más anyagból készült tárgyait nézegetem. Kézbe veszek otthon, nagyon szép néprajzi gyűjteményünk van, hasonló néprajzi tárgyakat, amiken motívumok vannak. És akkor ezeknek az ötvözetéből megszületik valami olyan elképzelés, amit utána ki kell próbálnom, hogy ez szalmával működik-e. Ugyanis a szalma alapvetően egy merev anyag. Tehát még ha beáztatom is, valóban hajlékony is lesz, akkor is ugye itt is látszik, hogy azért ez mindenképpen egy merev anyag. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy amit én elképzelek, azt meg lehet belőle valósítani. Utána fonatot készítek, a fonatot kézzel megvarrom, és hát így születnek ezek a tárgyak. A kalapok azok gépi varrással, tehát van egy speciális kalapvarró gép, amin csak egy szál van, és azzal varrom. A kalapokon inkább a díszítés az, ami unikum. Én azt láttam, hogy vannak olyan nagyon aprólékos, itt az egyik vitrínben látok egy ilyet. Igen, azt amikor kézbe adom, akkor nem is szokták elhinni, hogy ez szalmából van. Ez egy úgynevezett svájci technika, ami azt jelenti, hogy azt az egészen vékony kis szalmaszálat 6 részre elhasítjuk, és abból 2-t összepödrök, és szinte cérna vékonyságú szalmából készítem ezeket a díszeket. Engem nagyon meglepett, hogy a szalmának van egy ugye nagyon szép eredeti színe. Igen, a szegény ember aranya. Így hívják a szalmát, hogy a szegény ember aranya, tehát egy aranyló sárga színe van. Igen?
Igen, de én azt látom, hogy itt van egy-két olyan, láttam itt ilyen nyakláncdíszbe is, hogy meg van színezve, és a kalapoknál is megszínezve. Így van. Anilin, illetve szintetikus festékkel festem a fonatokat. Azért nem természetes festékkel, mert a búzaszálnak a nagyon magas cellulóz tartalma miatt nem veszi magába a természetes festéknek ezeket a kicsit pasztel, erőtlenebb színeit. Tehát sajnos dióhéjjal próbálkozunk, de nem igazán, tehát nagyon halvány lesz a szín. Ezek szintetikus festékek, de hát az egész szalmakalap iparba ezeket használják. Én most egy nagyon, bocsánat, lehet, hogy provokatívnak fog tűnni a kérdés, de én azt látom, hogy ez egy természetelmű művészet, ugye? Igen. Leveleket látok, gömböket látok, amik megvannak. Így van. De én láttam olyat, ahol geometrikus formák vannak. Így van, így van. Én úgy gondolom, hogy a szabálynak a megtörése és a megszegése az mindenféleképpen provokatív, és hogyha valaki egy ilyen ékszert fölvesz, akkor arra odafigyelnek. Tehát ez nagyon is tudatos, hogy ne csak a természetben található formákkal dolgozzak, hanem olyanokkal is, ami meglepő és hát esetleg geometrikus. Akkor most itt hallottam egy nagyon érdekes szót, ugye ezek ékszerek? Így van. Bátran tudom ajánlani mindenkinek mértékkel. Tehát egy kalapot viselni kell tudni. Valóban a kalap emel, elegánssá tesz, az ember kihúzza magát alatta. Egy gyönyörű szalma virágokból készült csokrot mindenki megnéz, mert olyan különleges. Tehát, hogyha egy-egy. A férjem most mielőtt eljöttünk, kérdezte, hogy miért ezt a csatot teszed a hajadba, miért nem szalmát? Azért, mert egy elég. Azért, mert ha már van az emberen egy szalma nyaklánc, akkor már a hajában ne legyen még egy szalma. Tehát én úgy gondolom, hogy ha mértékkel, akkor a legelegánsabb fehér Oroszországba. Minden második nő, hogyha elmegy színházba, gyönyörű szalma fej ékszereket visel, ékeket, koronákat, és senki nem csodálkozik rajta, mert az ez a népi kultúrához hozzátartozik. Én is biztatom a magyar lányokat, hogy használjanak sok-sok szalma ékszert, és viseljenek. Azt mondta, hogy középiskolai tanár, hogy nem tudom, hogy éppen ebben a kapcsolatban tanár? Nem, én angol tanítok, és csak fiúkat. Úgyhogy ezek a fiúk tudják, hogy én szalmát fonok, és az ő feladatuk az, hogy amire leérettségizzenek, a szalmafonással kapcsolatos minimum 20 angol szót tudjanak. Tehát ők ezen a területen ismernek engem. Karácsony előtt szoktam velük kis karácsonyi díszeket, ajándéktárgyakat készíteni, de tehát őket nem, tehát másra tanítom. A népi iparművészet nekem azt mutatja, és azt mondja, hogy ezt tovább kell adni. Így van. Nekem az a tapasztalatom, hogy a népi iparművészetből nem lehet megélni. Ezért a fiatalok egy bizonyos szintig, hobbi szinten elsajátítják, de olyan szinten, hogy abból ipar legyen, vagy olyan kereskedelem, amiből már meg lehetne élni, nem igazán. Maximum még a fazekasság, faragás, esetleg a szövés ezek, de szalmafonás az általában csak aki nagyon érdeklődik, ők tanulják meg, hogy saját maguknak, meg a környezetüknek örömet szerezzenek belőle. Ezek a tárgyak is tulajdonképpen úgy készültek, hogy egy-egy prototípus van belőlük. Ajándékba természetesen készítettem már többet, de nem megélhetés céljából. Az Engővárkonyi Szalmakincstárba szoktam leginkább tanítani. Ez Pécs mellett 15 kilométerre egy gyűjtemény, amit én gyűjtöttem, és ott nyaranta táborokat szervezek. Tehát oda szoktak jönni a gyerekek, és tanulnak meg a fiatalok, meg a pedagógusok, hogy ők aztán továbbadják. Én azt érzékelem, hogy itt, ahogy nézem, az emberek nézik körbe ezeket, és nagyon-nagyon rácsodálkoznak erre a dologra, hogy ez ennyire nem került reflektorfénybe, vagy egyszerűen csak most önnek szól ez?
Igen. Én úgy gondolom, hogy azért lepődnek meg az emberek, mert szalmából ilyen jellegű tárgyakat szerintem, hát nem akarok nagyképű lenni, de mondjuk én készítek egyedül Magyarországon. Kalapot inkább gyékényből, táskákat is inkább gyékényből. Tehát azért csodálkoznak rá, mert ez nagyon nagy újdonság. Én úgy látom, hogy a közönség azért affinitív erre a történetre, hogy... És a férfiak is. Mennyire gondolják azt, hogy az iparművészet igazán művészet? Én remélem, hogy azt gondolják. Szerintem idejét múlt ez a magas művészet és az iparművészetnek ez a fajta merev széllyel választása. A művészet az művészet. A művészet azt teszi művészetté, hogy lélek van mögötte, a szépre irányul, az örökre irányul, értéket akar mutatni. És én úgy gondolom, hogyha ezek a tárgyak mindezt megteszik, akkor ez művészetnek lehet nevezni. Érdekesség, hogy itt kialakítottunk egy sarkot, ahol én olyan festményeket is föltettem a falra, amin kalapos nőket, férfiakat ábrázolnak. Azok a festmények is valóban művészi festmények. De én úgy gondolom, hogy ha én azt a kalapot elkészítem szalmából, az is művészet. Thank you.